Sziasztok, én Horváth Dávid vagyok, és ma HP Pavilion X360-at fogom tesztelni, ami az angolul Conversible kategóriába tartozik, ez pedig tulajdonképpen azt jelenti, hogy nem csak notebookként, hanem tabletként is funkcionál. Szóval, ahogy a videó elején is mondtam, ezt a HP Pavilion X360-at kaptam, ezt fogom most kibontani, nézzük is, mit tartalmaz a doboz. Tehát a doboz tartalmazza magát a HP Pavilion X360-at. Ezen kívül vannak még leírások, például egy üzembehelyezési útmutató, vagy például egy egyéb leírás, illetve itt van a tápkábel is. Biztos, ami biztos, hogy azonnal tölteni lehessen magát az eszközt, és üzembe lehessen helyezni. Tehát itt van a tápkábel, itt van maga az eszköz, és itt vannak az egyéb kiegészítők és leírások. Amit fontos róla elmondani már a legelején, hogy ez egy 10. generációs kis jószág, úgyhogy tudás, tapasztalat és nem kevés kreativitás van benne, pont azért, hogy feküdjön használat közben. Továbbá dobnak rá egy jó kis 3 éves garanciát, úgyhogy ha már megveszed, legalább nem kell aggódnod, ha bármi baj történne. Kinézetét tekintve, ha megnézitek, akkor a külseje egy ilyen ezüstös műanyag matéria. Ha megfogjátok, akkor tulajdonképpen prémium hatást kelt, és ez nagyon rendben is van. Az akkumulátor nem cserélhető, a gépbe van beépítve. Az összeszerelés minőségét nem érheti kritika, az illesztések teljesen jól klappolnak, nincsenek hézagok, nem vág az anyag, nagyon szépek a lekerekítések, és a csavarok is a helyükön vannak. Mint azt a neve is tartalmazza, 360 fokban kihajtható, és ezt egyébként zsanérok segítenek biztonságosan működtetni, tehát hogy ne legyen semmiféle probléma. A készülék méreteit tekintve a vetélytársakhoz hasonló számokat kapunk, vagyis 32,4 cm x 22,29 cm, illetve 2,5 cm-es dimenziók mellé egy 1,58 kg-os tömeg társul. Oldalsó csatlakozókat tekintve szerencsére nincsen semmi váratlan, sőt, hozza a kötelezőt. Hiszen, hogyha a csatlakozókat vesszük szemügyre, akkor azokból elég sok van. A jobb oldalon lehetünk figyelmesek a kártyaolvasóra, a két darab USB 3.1-es portra, az USB-C csatlakozóra, a HDMI-re, valamint a töltőhelyre. A notebook másik felén figyelhetjük meg a bekapcsoló gombot a kis állapotjelző LED-del, a hangerőszabályozó billentyűt, valamint a 3,5 mm-es jack kimenetet, nem beszélve a Kensington lockról sem. A HP Pavilion X360 kifejezetten jó billentyűzetet kapott, nagyon könnyű és rövid úton járhatók be a billentyűzetek, könnyű és gyors rajta gépelni, jó nyomásérzet és jó kényelmesen lehet rajta tartani a kezünket. Ugyan a gépelés jár némi hanggal, de nem túl hangos, tehát aki adminisztrációs munkát végez, vagy sokat kell csak gépelnie, az azért nem fog agyvérzést kapni. És van még egy nagyon hasznos tulajdonsága a billentyűzetnek, az pedig a háttérvilágítás, ami tulajdonképpen ugye kötelező elem, hiszen nagyon sokan vagyunk, akik sötétben használjuk a notebookunkat. A notebook ClickPadnek hívott tapipadja a multi-touch gesztusokat is támogatja. Ez a felület nagyjából 9,5 cm x 6,5 cm. Ez bőven elég, hogy többféle új mozdulatot is végezzünk, de ha valaki nem szereti a gesztusokat, egy különálló menüpontban kikapcsolhatja. A touchpad használhatósága kielégítő, nyomáspontja rendben van. A kommunikációját tekintve a HP Pavilion X360 belsejében van például egy WLAN chip is, amely támogatja egyébként a Wi-Fi-t és még a Bluetooth 5.0-át is. Kiegészítőjét tekintve ugyan már elmondtam az unboxingnál, de sosem árt átismételni, van hozzá egy tápkábel és egy üzembehelyezési útmutató is.
A HP Pavilion X360 többféle kijelző mérettel rendelkezik, tesztalanyunk éppenséggel 14 hüvelykes. Érzékenységét tekintve egy multitouch IPS VLED érintő kijelzővel rendelkezik, így maximum akár 10 ujjat is képes egyszerre kezelni. Felbontását tekintve egy 1920x1080 pixeles Full HD képernyőről beszélünk. 178 fokos betekintési szögének köszönhetően minden egyes tartalom, ami megjelenik rajta, legyen az a böngésző, szövegalkotás, valamilyen film, esetleg valamilyen vizuális munka, jól látható, élesek és jól kivehetők. Az érintőképernyős technológiának köszönhetően tulajdonképpen közvetlenül a képernyőről is lehet vezérelni magát ezt a notebookot. A 45%-os NTSC szintérnek köszönhetően is nagyon pontosan adja vissza az eredeti színeket. Vagyis videókhoz, képekhez és vizuális projektekhez tökéletes. Már ugye mondtam, de a 250 nites fényerőnek köszönhetően szabad téren is jól kivehető minden a képernyőn. A HP Pavilion X360 hangszórója billentyűzet fölötti perforált rész mögé van eldugva, és kifejezetten jó hangzásvilágot ad. Ami még ennél is fontosabb, hogy az A30-asat pedig egy A30S-sel tolja meg. A HP Audio Boost egy utánozhatatlan hangzásvilágot kölcsönöz ennek az egésznek, ráadásul B&O minősítést is kapott, ami nem is árt neki. A hangzás kellemes, elég hangos, úgyhogy filmet és zenét hallgatni is nyugodtan lehet rajta. Ennek a notebooknak az érintőképernyő tetejébe építettek egy HD felbontású webkamerát, ráadásul két csatornás mikrofonnal. Ez ugye azért fontos, mert nagyon sokan videót csetelnek manapság, bármelyik alkalmazásról is beszélgetünk, a webkamera elengedhetetlen része manapság egy notebooknak. Ez a kis jószág többféle Intel lapkával került forgalomba, ő éppen pont egy i5-ös procit kapott. Van még benne egy 8 GB RAM és egy Intel UHD grafikus vezérlő. Háttértárát tekintve 512 GB-os és természetesen SSD. Összességében elég gyorsan fut rajta a Windows 10-es, amit egyfelől megtámogat az a vas, amit beleraktak, másfelől pedig a gyors háttértár. Üzemidejét tekintve, ha csak egy Full HD-s filmet nézünk rajta, vagy éppenséggel böngészünk, akkor 8 wattot fogyaszt óránként, így 25-6 órát is kihúz. Ha viszont megizzasztjuk, mert egyszerre böngészünk, dolgozunk rajta, gépelünk, és egyéb feladatokat látunk el, akkor csak másfél órát bír a kicsike. Hát nem én vagyok a legügyesebb grafikus, de az biztos, hogy grafikusoknak például ajánlott, mert többféle szoftverrel is lehet rajta dolgozni. Nyilván ez egy kicsit megizzasztja majd az akkumulátort, és azokat az egységeket, amik kiszolgálják az adott szoftvert, viszont amint látjátok, nagyon szépen lehet rajta dolgozni. Ha össze kellene foglalnom, akkor el tudom nektek mondani, hogy egy alapvetően kinézetre prémium hatású és tapintású, korrektül összerakott kicsikéről beszélgetünk, mert hogy ha internetezésről, filmnézésről és zenehallgatásról van szó, akkor 5-6 órát, egy hosszabb vonat vagy repülőutat simán ki lehet vele bírni, ha valaki intenzívebben használja munkára, akkor nyilván ez egy kicsit csökken. Ezen kívül nagyon kényelmes rajta a gépelés, könnyen kezelhető a touchpad, a multitouchnak köszönhetően ujjakkal lehet vezérelni minden egyes mozulatot rajta, és ahogyan azt már mondtam nektek, annak köszönhetően, hogy kihajtható a felülete és átalakítható egy tablet, innentől kezdve így is lehet használni. Én köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha tetszett a videó és maga a termék, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, de megtaláltok minket Facebookon és Instagramon is. Sziasztok!